Harmadik fejezet. Néhány mérföldnyire a várostól a 27-es főúton egy nagy fekete limuzin száguldott. Hátul a plüssülésen kövér középkorú férfi ült titkárnőjével, egy sápat magas karcsú, koromfekete hajú nővel. A férfi határozott és szűkszavú stílusban diktált, a nő pedig folyamatosan gyorsírással jegyezte a nagyszabású üzletkötéssel kapcsolatos szöveget. A férfinak hirtelen eszébe jutott valami. Apropó, szakította meg a diktálást. Titkárnője fölnézett a jegyzetfüzetéből. A professzornő azt állítja, hogy küldött nekem valamikor egy csomagot, de nem emlékszem, hogy valaha is megkaptam volna. Miféle csomagot? Kérdezte a nő. Egy kis könyvet, személyes jellegű dolog. Kérlek, írd föl magadnak, és ha visszatérünk a farmra, nézd utána. A titkárnő kinyitotta az irattartóját, és úgy csinált, mintha fölírta volna. Valójában azonban semmit sem írt. Ezen a napon Marshall már másodszor kereste fel a bíróság terét. Először Bernie-t kellett kihoznia a fogdából, most pedig el Brummelhez, a rendőrfőnökhöz jött látogatóba. Brummelhez, a rendőrfőnökhöz, akit Bernie legszívesebben megfojtott volna egy kanál vízben. Amint elkészült a hírmondóval, éppen föl akarta hívni Brummelt, amikor csörgött a telefon, és a rendőrfőnök titkárnője Sarah jelentkezett. Délután 2-re beszélték meg a találkozót. Ez jó húzás volt a részéről, gondolta Marshall. Fegyverszünetet kér, még mielőtt megindulnának a tankok. Beállt a bírósági épület előtti állandó parkolóhelyére a Buikjával. Kiszállt, és egy pillanatra megállt az autó mellett. Nézte az utcát, kutatta a fesztivál vasárnap esti záró akkordjának nyomait. A főutca első pillantásra ugyanolyan volt, mint mindig. Marshall éles szemeivel mégis úgy látta, mintha mindenki erőtlenül, fájdalmasan lomhán járkálna. Az emberek megálltak, a szokásos tempó lelassult. Ashton város generációkon keresztül büszke volt hagyományos melegszívűségére és méltóságára. Adott arra, hogy gyermekei megfelelő körülmények között éljenek. De mostanában valami belső nyugtalanság, aggodalom, félelem vibrált a levegőben, mintha valamiféle kór emésztette volna a várost láthatatlanul. Ez külső jelekben is megnyilvánult. A kirakatokat sok helyen furmérlemezzel fették be, a parkolóórákat tönkretették, lom és üvegcserép hevert az utcán szerteszét. De ha az üzlettulajdonosok és az alkalmazottak összesöpörték is a szemetet, kimondhatatlanul is megmaradt a bizonyosság, hogy a belső problémák, bajok folytatódnak. A bűnözés nőtt, különösen a fiatalok körében. Az ember lassan már a szomszédjában sem bízhatott. Sosem volt még ennyi rossz indulatú pletyka és botrány a városban. A félelem és bizalmatlanság légkörében az élet egyszerű örömei fokozatosan felszívódtak. Senki sem tudta miért és hogyan. Marshall megindult a tér felé. A parkolóval szemben állt a tér két fő épülete, bokrokkal és fűszfákkal szegélyezve. Egyik oldalon a bíróság, előkelő kétemeletes téglaépület. Benne a városi rendőrség irodáival és az alaksorban azzal a bizonyos cellasorral. Előtte parkolt a város három rendőrautója közül az egyik. A tér másik oldalán állt az üveghomlokzatú kétemeletes városháza. Itt volt a polgármester irodája, a városi előjáróság és más döntéshozó szervek székhelye. Marshall a bíróság épülete felé indult. Bement a rendőrség feliratú egyszerű, jelentéktelen kinézetű ajtón, de a kis fogadóhelyiségben senkit sem talált. Hangok szűrődtek ki a zárt ajtók mögül, mégis úgy tűnt, hogy Sarah a titkárnő pillanatnyilag nincs a helyén. A fogadópult mögött az egyik hatalmas iratgyűjtő lassan ringatózott előre-hátra, és alól a nyögéseket, sóhajokat lehetett hallani. Marshall áthajolt a pulton, és komikus látványban volt része. Sarah, szűk ruha, ide vagy oda! Térden állva küzdött a tömött fiókos szekrénnyel. A mérkőzés állása éppen 3-0 volt a fiókos szekrény javára, úgyhogy Sarah teljes vesztésre állt. Ő is, és a ruhája is. Éppen egy rosszul időzített káromkodást eresztett meg, amikor meglátta, hogy valaki nézi, és már túl késő volt, hogy felvegye a szokásos kimért modorát. Hups! Szervusz, Marshall! Bakancsot kéne hordanod, azzal könnyebben berúghatnád a fiókot. Sarah örült, hogy legalább ismerős látta meg így. Marshall elég gyakran járt ide, és a társaság jó részét ismerte. Ez itt, kérlek, kezdte Sarah egy idegenvezető tagolt stílusában, Elf Brummel rendőrfőnök úr, hírhet iratszekrénye. A főnök most kapott egy gyönyörű újat, én pedig megörököltem a régit.
Hogy miért pont az én irodámba kellett tennie, azt nem érem fel ésszel, de azt az utasítást adta, hogy itt kell lennie. Túl ronda ahhoz, hogy a szobájában tartsa, tréfálkozott az újságíró. Keki színű. Látod, ilyen az ízlése. Talán némi dekupás kissé felvidítaná. Ha már ide kell költöztetni, legalább legyen egy kicsit szívterítőbb. Ekkor megcsörent a házi telefon. A titkárnő megnyomta a gombot és beleszólt. Igen, uram! Brummer rikácsoló hangja volt az. Hé, villog a riasztóm! Bocsánat, én voltam, csak be akartam zárni az iratszekrény egyik fiókját. Ja, értem. Aztán próbálja meg átrendezni a dolgokat, jó? Megérkezett Marshall Hogan. Rendben, küldje be. Sarah fölnézett Marshallra, és méltatlankodva megrázta a fejét. Nincs szükséged egy titkárnőre? Motyogta a férfinak. Marshall mosolygott, Sarah pedig magyarázkodóan folytatta. A szekrény pont a riasztócsengő mellett van. Ahányszor kihúzom valamelyik fiókját, elrendelik a teljes riadókészültséget. Marshall búcsút intett felé, és az egyik ajtón át belépett Brummel irodájába. Elf Brummel felállt, kitárt karokkal és széles mosollyal köszöntötte. Végre, végre! Hello, Elf! Kezet ráztak, Brummel pedig bevezette Marshallt és becsukta az ajtót. A nőtlen, egykori nagyvárosi vagány zsarú a 30-as éveiben járhatott, és olyan nagyvilági életstílust folytatott, ami meghazudtolta a rendőri fizetését. Mindig nagyon szívélyesen viselkedett, de Marshall soha nem bízott benne igazán. Ha jól belegondolt, nem is igen szerette Elfet. Túl széles volt a mosolya. Hát akkor, vigyorgott Brummel, foglalj helyet, foglalj helyet. Még hátra sem dőltek, mikor a rendőr hozzáfogott. Úgy néz ki, elkövettünk egy nevetséges hibát a hétvégén. Marshall lelki szemei előtt megjelent a zsúfolt cella, ahol a riporterét prostituáltakkal zárták össze. Bernice-nek nem volt kedve nevetni az éjjel, és én is szegényebb lettem $25, felelte Kurtán. Hát ezért vagyunk most itt, hogy tisztázzuk ezt az ügyet, szabadkozott Brummel. Kivett egy csekket a fiókjából, és átnyújtotta Marshallnak. Tessék, az óvadék visszatérítése. És elmondanám azt is, hogy Bernice-től hivatalos formában bocsánatot kérünk, de Marshall, kérlek, mondd el, mi történt. Ha ott lettem volna, leállítottam volna az egész eljárást. Bernice állítja, hogy ott voltál. Én? Hol? Persze egész éjjel jöttem-mentem, de a karneválon látott téged. Brummel még szélesebb vigyort erőltetett magára. Nem tudom, kit láthatott valójában, mert én nem is tudtam kimenni a karnevára, sok dolgom volt itt. Marshall már nem visszakozhatott. Látott téged éppen akkor, amikor letartóztatták. Brummel úgy tett, mintha nem hallotta volna. Na de mondd el, mi történt, szeretnék végére járni ennek az ügynek. Marshall hirtelen leállt a támadással, maga sem tudta miért. Udvariasságból, félelemből. Akármi is volt az oka, neki kezdett, és dióhéjban elhadarta a sztorit, tömören, szinte címszavakban, ahogy Bernice-től hallotta. A bizalmas részleteket azonban óvatosan kihagyta. Beszéd közben alaposan végigmérte Brummelt, körülnézett az irodában. Figyelmét nem került el a berendezés, de még a dekoráció legkisebb részlete sem. Ösztönszerű volt ez nála. Az évek során megszokta, hogy mindent megfigyeljen, feltűnés nélkül. Nem is bízott ebben az emberben. De még ha bízott volna is. Egy újságíró már csak újságíró marad. Megállapította, hogy Brummel igényes ízlésű, rendszerető ember. A fényezett íróasztalon is minden szépen katonás rendben sorakozott. A fal mellett a ronda fiókos szekrény helyén egy különlegesen szép pácolt tölgyfából készült irodaszekrény állt. Polcokkal, részgombos fiókokkal, üvegajtókkal. Mi van, Elf, feltörtél? Nézett Marshall a szekrényre. Tetszik? Nagyon. Szépen kicseréltem a régi fiókos szekrényt. Csak élére kell állítani a garast. Nem szerettem azt az ózsdit. Az irodának is legyen meg a maga rangja, nem? Hát igen. Ejha, saját másológéped is van. És vannak még külön könyvespolcok is, extra rakodó felület. És még egy telefon? Telefon, kérdezett vissza Elf. Hát mi az a vezeték, ami a falból jön ott ki? Ja, az a kávéfőzőhöz van. De hol is tartottunk? Igen, igen, szóval Bernice. És Marshall folytatta a történetet. Volt gyakorlata abban, hogy fordítva is olvasson. Amíg beszélt, jól megnézte Brummel naptárát.
A kedd délutánok kissé kitűntek a többi közül, mert következetesen üresen maradtak, annak ellenére, hogy nem kedden volt Brummel szabadnapja. Az egyik keddre bejegyeztek egy találkozót. 14 óra Oliver Young tiszteletes. Jé, szólt csevegve. Holnap találkozol a lelkészemmel? Rögtön látta, hogy túllépett a megengedett határon. Brummel meghökkenve és ingerülten kapta föl a fejét. Megpróbálta kivillantani a fogait. Ja, igen, igen, Oliver Young a te lelkészed. Ti ismeritek egymást? Interjú volt a Marssal. Hát nem mondhatnám, egyszer találkoztunk, azt hiszem. De te nem abba a másik kicsi templomba jársz, elf? De igen, az Eston közösségi templomba, de folytasd, halljuk, mi történt végül. Marshall csodálkozott, milyen könnyen zavarba tud jönni ez a fickó, de nem feszegette tovább a pofonos ládát, legalábbis egyelőre nem. Folytatta a mondókáját, ahol abba hagyta, és szépen be is fejezte Burnis sérelmeivel. Észrevette, hogy közben Brummel rendezgetni kezdte az íróasztalát, és a naptárját is letakarta. Mondd, ki volt az a zsaru, aki nem hagyta, hogy Burnis igazolja magát? Egy külső ember volt, nem hozzánk tartozik. Ha Burnis megszerzi a nevét vagy az azonosító számát, gondoskodom róla, hogy felelősségre vonják. Tudod, hogy erősítést kellett kérnünk Windsorból a fesztivál idejére. A mieink mind jól ismerik Burnis Krugert. Az utolsó mondatot Brummel kissé kegyetlen hangsúlya megnyomta. Akkor miért nem őt hívtad ide, hogy bocsánatot kérhess tőle? Brummel előrehajolt és komoly hangon válaszolt. Úgy gondoltam, jobb, ha veled beszélek. Nem akartam, hogy személyesen kelljen bejönnie ide az irodámba. Nyilván tudod, miken ment keresztül az a lány. Oké, gondoltam, Marshall, megkérdezem. Új ember vagyok itt a városban, elf. Nem mesélt még róla? Te viszont úgy látom, örömmel megteszed. Ezt kicsúszott és talált is. Brummel hátradőlt. Az újságíró arc kifejezését kutatta. Marshall arra gondolt, nem is bánja, hogy kimondta. Én is eléggé zaklatott vagyok, ha esetleg nem vetted volna észre. Brummel belekezdett. Marshall, személyesen akartam ma találkozni veled, mert szeretném rendbehozni a dolgot. Tehát halljuk, mi mondani valód van Burnis-szel kapcsolatban. Jól válogasd meg a szavaidat, Brummel, gondolta magában. Szóval, hebeget habogott a rendőr. Úgy gondoltam, nem árt, ha megtudsz egyet mást. Burnis jó néhány hónappal azt megelőzőleg jött Estonba, hogy te átvetted a lapot. Néhány héttel azelőtt az egyetemista húga öngyilkosságot követett el. Burnis heves bosszúállástól fűtve érkezett a városba. A húga halálát körülvevő titokzatosságot akarta felderíteni, de mindannyian tudtuk, hogy ez egy olyan dolog, amire sohasem fog fény derülni. Marshall jó darabig nem válaszolt. Ezt nem tudtam, mondta végül. Brummel halk gyászos hangon folytatta. Meg volt róla győződve, hogy valami piszkos ügyről van szó, egészen agresszív módon nyomozott. Újságíró vér folyik az ereiben. Az biztos, Marshall, de figyelj, ez a mostani letartóztatás, ez tévedés volt. Szégyenteljes tévedés, egészen őszintén. Tényleg nem hiszem, hogy szívesen jönne ide megint ebbe az épületbe. Érted már? Marshall nem volt benne biztos, hogy érti. Azt sem tudta biztosan, hogy mindent jól hallott-e. Hirtelen nagyon gyengének érezte magát, és nem tudta azt sem, hogy hova tűnt a mérge olyan gyorsan, meg a gyanúja. Tudta, hogy nem szabad mindent bevenni, amit ez a fickó mond. Vagy mégis? Tudta, hogy Brummel hazudott, mikor azt mondta, hogy nem volt a karneválon. Vagy talán Burnis tévedett? Vagy csak rosszul értettem, amiket mondott? Hogy hol is vagyok most tulajdonképpen? Gyerünk, Hogan, vagy talán nem aludtál eleget az éjszaka? Marshall! Belenézett Brummel fürkésző szürke szemébe, és egy kicsit elzsibbadt, mintha álmodna. Marshall, szólt Brummel, remélem érted, ugye érted már? Marshall megpróbálta összeszedni magát, és úgy találta, hogy ez könnyebb, ha egy pillanatra nem néz Brummel szemébe. Húh, elég idétlen kezdés volt, de ennyire tellett. Hát igen, igen, elf, azt hiszem értelek, azt hiszem helyesen tetted. Szeretném rendbehozni ezt az egész dolgot, különösen kettőnk között. Á, ne aggódj, igazán nem nagy ügy az egész. Még ki sem mondta teljesen, már is hihetetlennek tűnt, hogy ez az ő száját hagyta el. Brummel megint kivillantotta a fogait. Nagyon örülök, hogy ezt hallom, Marshall. De azért legalább fölhívhatnád,
Mégiscsak ő lett személyesen megsértve. Föl fogom hívni, hangzott az ígéret Brummel szájából, miközben előre hajolt. Különös mosoly ült ki az arcára. Kezét összekulcsolta az íróasztalon. Megint azzal a zsibbasztó, átható, furcsa tekintettel nézett Marshallra. Marshall, beszéljünk a kettőnk kapcsolatáról és a városról. Tisztában vagyunk azzal, hogy a városnak hasznára válik a te lelkes újságírói hozzáállásod. Minden kertelés nélkül meg kell, hogy mondjam, a legutóbbi szerkesztő elég sértő módon viselkedett a várossal szemben, különösen a vége felé. Marshall érezte, hogy most jön a java. Brummel folytatta. Olyan ember kell nekünk, mint te, Marshall. Nagyon nagy befolyásod van a sajtón keresztül, ezt mindenki tudja, de csak egy megfelelő ember képes ezt a befolyást helyes mederben tartani. Itt a közintézményekben mindannyian a város javát akarjuk, az emberek érdekeit szolgáljuk. Akár csak te. Te is az ő érdekükben tevékenykedsz. Brummel idegesen végig simította a haját, majd megkérdezte. Érted, miről beszélek? Nem, jelentette ki Marshall. Hát, Brummel megpróbált más irányba tapogatózni. Azt mondod, új vagy itt a városban. Miért ne beszélhetnénk egyenesen? Marshall megvonta a vállát, mintha csak azt mondaná. Felőlem? Úgyhogy Brummel továbbment. Először is ez egy kisváros. Itt, ha adódik egy probléma néhány ember között, akkor szinte mindenki azzal akar foglalkozni. Itt nem maradhatsz a névtelenségben, mert ilyen egyszerűen nem létezik nálunk. Sajnos az előző szerkesztő ezt nem vette figyelembe, és olyan dolgokat művelt, ami az egész lakosságra kihatott. Betegesen demagóg ember volt. Összezúzta az emberek hitét a helyi kormányzatban, a közalkalmazottakban, egymásban, és legvégül a belévetett bizalmat is eljátszotta. Ez aztán betett neki. Nekünk is fájósebb volt, időbe telt, míg mindannyian túljutottunk rajta. Most is felszakítom a sebet, mikor elmondom, milyen szégyen teljesen hagyta itt a várost az az ember. Egy 12 éves kislányt molesztált. Megpróbáltam elsimítani az ügyet, amennyire tőlem telt, de hát ebben a városban ez nagyon kínos és nehézkes próbálkozás. Azon voltam, hogy a lehető legkevesebb gonddal és fájdalommal járjon az eljárás a kislány családjának és általában az embereknek. Nem erőltettem, hogy bíróság elé állítsák azt az embert, feltéve, ha elhagyja Ashton, és soha többet nem is mutatkozik a környéken. Ő bele is egyezett ebbe, de soha nem felejtem el, micsoda ügy volt ez, és kétlem, hogy a város valaha is elfelejti. És ezzel, folytatta, eljutottunk a közöttünk levő kapcsolathoz. Többek között azért is nagyon sajnálom ezt a Bernice-szel való affért, mert jó viszonyt szeretnék a rendőrség és a hírmondó között, és kettőnk között is. Nem szeretném, ha ezt bármi elrontaná. Összefogásra van szükségünk, bajtársiasságra, jó közösségi szellemre. Ezen a ponton megállt, és egy rövid hatásszünetet tartott. Marshall, azt szeretném, ha közösen tudnánk fellépni és együttműködni a cél érdekében. Elhallgatott, és hosszan várakozás teljesen meredt a szerkesztőre. Marshall ideges volt. Fészkelődött a székben, rendezgette a gondolatait, érzéseit, és szinte kerülte a fürkésző szürke szemeket. Lehetséges, hogy tényleg becsületes fickó, de az is lehet, hogy az egész előadás célja diplomatikus módon elterelni a figyelmet arról, amibe Bernice belebotlott. Marshall képtelen volt világosan gondolkodni, vegyes érzései kavarogtak belsőjében. Az újságíróját alaptalanul letartóztatták, és az egész éjszakát a fogdában kellett eltöltenie. Ő meg kezdett nem törődni a dologgal. Ez a vigyorgó rendőrfőnök meghazudtolta Bernice-t, és Marshall ezt is bevette. Gyerünk, Hogan, emlékezz csak, miért jöttél ide. Nagyon fáradtnak érezte magát. Visszagondolt arra, miért is költözött Ashtonba. Szerette volna, ha megváltozik az életstílusa, az övé és a családjáé. Szerette volna abba hagyni a nagyvárosi intrikákat, küzdelmeket, és egyszerű sztorikkal akart foglalkozni, középiskolás akciókkal, fa tetején fölragadt macskákkal. Talán a Times-nál eltöltött évek miatt úgy nézett most Brummelre, mint egy inkvizítorra. Mit akar ez? Veszekedést? Vagy hogy kiabálni kezdjen? Egy kis békét és nyugalmat szeretnék végre! Hirtelen jobbik énje ellenére úgy érezte, nincs miért aggódnia. Bernice filmje szépen elkészül. A képek bebizonyítják, hogy Brummelnek volt igaza, és Bernice tévedett. És Marshall valóban azt kívánta, hogy így legyen. De Brummel még mindig válaszra várt.
Még mindig azzal a zsibbasztó tekintettel nézett rám. Kezdte Marshall félszegen, és tényleg nem tudta, mit is mondjon. Figyelj, Elf, tényleg belefáradtam a harcba. Talán a neveltetés okozta, vagy talán a Times-nál eltöltött idő hozta ezt ki belőlem, de elhatároztam, hogy ide költözöm, és ez magáért beszél. Elfáradtam, és már nem is vagyok fiatal. Rendbe kell jönnöm. Meg kell tanulnom, mit is jelent embernek lenni, és egy kisvárosban más emberekkel együtt élni. Igen, lelkesedett Brummel, ez az. Pontosan erről van szó. Szóval, ne aggódj. Én is békét és nyugalmat keresek itt, akárcsak a többiek. Nem akarok harcolni, nem akarok több gondot a nyakamba. Tőlem nem kell félned. A Brummel el volt ragadtatva, és kezet nyújtott. Marshall elfogadta, és ahogy kezet ráztak, szinte úgy érezte, eladta a lelke egy részét. Valóban Marshall Hogan mondta ezeket. Úgy látszik, nagyon elfáradtam, gondolta megdöbbenve. Észre sem vette, és már kint állt Brummel irodájának ajtaja előtt. A találkozó szemmel láthatólag véget ért. Miután Marshall elment, és az ajtót bezárta utána, Elf Brummel felszabadult sóhajtással süllyedt bele karosszékébe, és csak ült egy darabig, bámult a semmibe. Erőt gyűjtött a következő feladathoz. Marshall Hogan még csak bemelegítés volt. Az igazi próba ezután következett. Közelebb húzta a telefont, egy pillanatig mereven nézte, majd tárcsázott. Hank éppen a ház falát festegette, amikor megszólalt a telefon. Méri kiszólt neki. Hank, Elf Brummel keres. Ejha, gondolta Hank, pont amikor itt van nálam ez a csőre töltött ecset. Kár, hogy nem személyesen jött ide. Útközben, amíg odaért a telefonhoz, megvallotta vétkét az úrnak. Haló, szólt a kagylóba. Brummel egyedül volt az irodájában, mégis hátat fordított az ajtónak, és visszafojtott hangon beszélt, hogy még személyesebbé tegye a beszélgetést. Szervusz, Hank, itt Elf. Gondoltam, felhívlak ma reggel, és megkérdezem, hogy vagy, tegnap óta. Aha, felelt Hank, úgy érezte magát, mint egér a macska szájában. Azt hiszem jól, jobban talán. Szóval gondolkodtál rajta? Persze. Sokat gondolkodtam rajta. Imádkoztam, átnéztem egy pár ide vonatkozó igét. Szóval nem változtattad meg a véleményed, mondta kissé csalódottan Brummel. Nézd, ha Isten igéje megváltozik, majd én is megváltozom, de szerintem az Úr nem fog eltérni attól, amit kimondott, és én is ehhez tartom magam. Hank, tudod, hogy gyülekezeti találkozó lesz most pénteken? Igen, tudom jól. Hank, tényleg segíteni szeretnék neked. Nem akarom, hogy tönkretedd saját magad. Szerintem jó munkát végeztél az egyházban, de, hogy is mondjam, a megosztás, a civakodás, mind csak arra jó, hogy rombolja az egyházat. De hát ki civakodik? Kérdezte a lelkész. Ugyan már, Hank. És ha már itt tartunk, ki is hívta össze a gyülekezeti találkozót, Elf? Ha jól emlékszem, te magad, meg Sam és Gordon. Semmi kétségem afelől, hogy Lou még mindig ügyködik valamit a háttérben, akár csak az a valaki, aki a házam falára firkált. Csak aggódunk, érted, ennyi az egész, hogy is mondjam, az egyház érdekei. Igen, az ellen harcolsz, ami a gyülekezetünknek a legjobb lenne. Hát ez szép, eddig azt hittem, te ellened harcolok. De értetted, mit mondtam, valaki ráfestett a házam falára. Tényleg, mit festett oda? Hank megmondta neki. Brummel egy sóhajt erőltetett ki magából. Jaj, Hank, ez szörnyű. Méri, és én szerintem is az. Képzel csak magad a mi helyzetünkben. Hank, ha én a te helyedben lennék, újra végig gondolnám az egészet. Tudod, mi lesz ebből? Megindul a szóbeszéd, és az egész város ellenet fordul. Ebből pedig egyenesen következik, hogy előbb vagy utóbb az egész város a gyülekezetünkkel is szembe fordul. Itt élünk ebben a városban, Hank. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk az embereknek, hogy a kezünket nyújtsuk feléjük, nem pedig, hogy éket verjünk magunk és a város közé. Jézus Krisztus evangéliumát hirdetem, és sokan vannak, akik elfogadják. Ugyan hol van itt az a bizonyos ék, amiről beszélsz? Brummel kezdte elveszíteni a türelmét. Hank, legalább tanulj az előző lelkész példájából. Ő is ugyanezt a hibát követte el, és nézd meg, mi lett vele. Tanultam belőle. Megtanultam, csak annyit kell tennem, hogy adjam föl az elveimet, rejtsem el az igazságot, söpörjem be a szőnyeg alá, és akkor senki sem fordul ellenem.
Akkor aztán minden rendben lesz, mindenki szeretni fog, és mi újra egyetlen boldog család leszünk. Tulajdonképpen Jézust is félrevezették. Sok barátját megtarthatta volna, ha beadja a derekát, és csak a politikával foglalkozik. Talán te is azt akarod, hogy megfeszítsenek, Hank? Én lelkeket akarok megmenteni, bűnösöket akarok Istenhez vezetni, segíteni akarok az újjászületett hívőknek, hogy növekedjenek az igazságban. Ha nem ezt tenném, akkor nagyobbtól kellene félnem, mint te és a bizottság többi tagja. Ezt én nem nevezném szeretetnek, Hank. Szeretlek mindannyiótokat, Elf. Éppen ezért adom nektek a megfelelő orvosságot. Vonatkozik ez elsősorban Lóra. Brummel előkapta az aduját. Hank, gondoltál már arra, hogy be is perelhet? Csönd volt a vonal túlsó végén. Csak sokára jött Hank válasza. Nem, erre nem gondoltam. Beperelhet erkölcsi kár okozásáért, becsületsértésért, rágalmazásért, ki tudja még miért. Hank nagy levegőt vett, és az úrhoz fohászkodott türelemért és bölcsességért. Tudod, mi itt a probléma? Feled végül. Túl sokan vannak, akik nem ismerik, vagy nem akarják megismerni az igazságot. Ha nem állunk ki semmi mellett, mindennek bedőlünk. És tessék, most itt vannak a lóhoz hasonlóak. Homályban járnak, tönkreteszik a saját családjukat, pletykálkodni kezdenek, eljátszák a jó hírüket, megnyomorítja őket a saját bűnük. És aztán keresnek valaki mást, akit vádolhatnak. Akkor most ki itt a hibás, kérdezem. Brummel csak sóhajtott. Majd megbeszéljük péntek este, ugye ott leszel? Igen, tanácsadásra jön hozzám valaki, aztán elmegyek a gyűlésre. Vettél már részt ilyen tanácsadási szolgálatban? Nem. Amikor valaki segít rendbehozni egy hazugságra alapított életet, akkor tanulja meg ő maga is tisztelni az igazságot. Gondolkozz el ezen. Hank, van miről gondolkodnom ezen kívül is. Brummel lecsapta a kagylót és megtörölgette izzadt tenyerét.